A Szent Rafael kórházban jelenleg 3 milliárdos beruházás zajlik. Ugyanakkor a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint az állami intézmény mellett korszerű magánegészségügyi ellátásra is szükség van. Ezek többek között a vizsgálatokban nyújtanak segítséget, illetve előmozdítják a város egészségturizmusát. Az elmúlt években folyamatosan erősödött városunkban a magánegészségügyi ellátás is, és itt az Integrity magánklinikában nem csak az elmúlt években, hanem most is egy újabb eszközfejlesztés, egy újabb eszközbeszerzés megvalósult, hiszen egy olyan CT eszköz érkezett meg, amely jól szolgálja nem csak konkrétan ezt a magánegészségügyi ellátást, hanem az jól egészíti ki az állami egészségügyi ellátást is. A CT készüléknek a nagy előnye a gyorsasága, hogy gyorsan lehet fele leginkább a tüdőt és a teljes testnek a többi részét is vizsgálni, de a hétköznapi gyakorlatban általában a gyakorlatban az onkológiai betegeknek a követésében van nagy szerepe, és a mindenfajta tüdőbetegségnek a nagy felbontású pontos diagnosztikájába. Amint az ügyvezető fogalmazott, az új készüléktől elsősorban azt várják, hogy pontos válaszokat adjon minden felmerült kérdésre. Ennek ismeretében ugyanis gyors és pontos diagnózist tudnak felállítani. Azt gondolom, hogy ez egy akkora segítség a szakorvosnak, hogy innétől kezdve a terápia már sokkal könnyebben, vagy a célzott terápia sokkal jobban felállítható, és az adott páciens hamarabb visszakerül az aktív szférába. Mert a mi pácienseink nem elsősorban azért jönnek az Integrity, vagy nem azért választják az Integrity magánklinikát, mert hogy így gyorsabban kapnak időpontot, hanem azért, mert elvárásaik vannak, és az első számú elvárásuk az, hogy gyógyuljanak. Az eszköz alapot ad a fekvőrészleg működéséhez. Az intenzív ágyakkal is felszerelt magánkórházat a tervek szerint januárban nyitják meg, ahol több mint 30 beteget tudnak ellátni.